Megkezdődött a regionális judó központ alapjainak a lerakása Pakson a lakótelepen, a Gesztenyés úti kosárlabdacsarnok és a tekéző közötti területen. Az építkezést Csüli János miniszter, Salamon Gábor tervező, Mitler István kommunikációs igazgató, Hangyási László judó mesteredző és hazánk első és egyetlen olimpiai bajnok cselgáncsozója, Kovács Antal egyesületi elnök is megtekintették. Nagyon nagy büszkeség nekünk az, hogy eljutottunk odáig, hogy egy szenzációs judóterem alapjainak lerakásához érkeztünk. Már látszik, hogy mögöttünk a gödör elkészült. Hangyási László mesteredző keze nyomán olimpiai, világ és Európa bajnokok nevelkedtek Pakson. 1986 óta több kisteremben folyt az eredményes műhelymunka, mely most egy helyre koncentrálódhat majd. Az egészségügyi háznál lévő esküvői termet tudtuk használni, azután a födém szerkezet miatt megrongálódott, mivel hogy műemlékvédelmi épület, azóta is úgy van bedeszkázva, és akkor utána így próbálkoztunk, hogy hova tudunk bevackolni magyarul, akkor utána jött a mostani jelenlegi judótermünk, aminek nagyon örültünk, az ott a Barátság útján van, de hát kinőttük. Mellette megvan ott fönt a úszoda mellett van egy judótermünk a konditeremmel közösen, van egy a Bezerédi iskolában, ami a legrégebbi, onnan indultunk el, tehát fölmerült az igény arra, hogy ezt a három helyszínt integrálni kéne, és azért, mint megyei edzéscentrum is működtünk, és szerettek ide járni hozzánk, csak nagyon-nagyon kicsi volt a hely arra, hogy itt mondjuk 5-10 szakosztály nekiugorjon, és akkor így merültek fel a tervek, hát már 2016-ban elkezdtük tervezni, miniszter úrral, akkor még nem miniszter úr, egyesületi elnökkel, és akkor utána, ahogy mentünk fel, hogy először a Barátság úti edzőtermet szerettük volna, hát kitolni a falakat, de aztán, ahogy így megnéztük a terveket, az már majdnem olyan drága lett volna, mint hogyha egy újat építünk, és akkor utána jött a állami támogatás a Magyar Judo Szövetségbe. A regionális judó központ tervrajzait nézik az építkezés helyszínén az illetékesek. Süli János a kezdetektől támogatta a fejlesztést. Az első gondolatok még 10 évvel ezelőtt egyesületi elnökként fogalmazottak meg benne. A 2000 négyzetméteres, háromszintes komplexumban konditerem, több küzdőtér, lelátó, irodák és pihenőszobák kerülnek kialakításra. Régóta vágya volt a paksi judósoknak, hogy kapjanak egy önálló olyan csarnokot, ahol méltó módon, és az eredmények már hitelesítették, tehát nem az volt az ígéret, hogy majd győzünk, meg nyerünk, hogyha jobb helyen fogunk tudni edzeni, hanem már megvoltak az eredmények, azt még mindig ugyanott voltunk, ami a laktanyától örököltük. De már megvan az új örököse is, mert ugye hál' Istennek ugye vannak, akiknek arra is szükség van, és ugye a karate sportágban sok gyerek van, sokan vannak, ha ide be tudnak az antiék költözni, akkor azt a helységet oda tudjuk adni. 23-ba végén át tudjuk adni, aztán ha minden velünk van, Isten is, és hogy ne emelkedjenek annyira az építőanyagok, akkor nagyon gyorsan akarják ők befejezni ezt az építményt, mert minden nap az nyereség, hisz nagyon mennek fel az árak, előfordulhat, hogy korábban, jóval korábban megleszünk, de ez legyen még egyelőre a kettőnk titka. Pakson minden évben több országos és nemzetközi verseny is lebonyolításra kerül, többek között a junior nemzetközi Európa kupa részeként az Atomkupa. Jövő évtől már méltó körülmények között készülhetnek, versenyezhetnek a judósok. A paksi regionális judóközpont mintegy 1,5 milliárd forintos állami forrásból valósul meg.